Tisztelt nézőink! Örülj velem, Jézus visszajön című hitéleti műsoron következik, amelynek előadója Feketéné Bokor Katalin. Komoly hívő szülők hetedik gyermekeként született, kik a hetednap adventista reformmozgalom tagjai voltak. A hetednapi adventista reformmozgalom a Jelenések könyvének 18 rész első 4 verse alapján jött létre. Ellen Goodwight írja a Nagy küzdelem című könyvében. Ennél fogva a mozgalom a mennyből lejött angyal által van jelképezve, aki a földet bevilágítja az ő dicsőségével. Az ő üzenetével összeköttetésben hangzik a kiáltás: menjetek ki közülük én népem. Az adventi nép 1914-es háborúban való részvétele elleni protestálás miatt kizárták a 10 parancsolathoz ragaszkodókat, s általuk lett a kevés őszinte maradék megszervezve. 1925-ben tartották az első generálkonferenciájukat, s azóta az egész világon hirdetik a Jóisten által ez időre szóló jelenvaló igazságot, amelyben Péter apostol szavai szerint erősnek kell lennünk. S az a kevés lélek, aki ma is komolyan veszi az Isten által adott 10 parancsolatot, csatlakozik hozzájuk. A gyermekét váró anyát áldott állapotúnak nevezzük. Nagy öröm nekem, mikor a gyermekáldásban reménytelenségben élő házaspár utolsó próbaképpen eljön hozzám, és a Jóisten segítségével és a brazil típusú terápiák által mégis boldog szülőkké válnak. Íme bevezetésképpen egy-két kép a boldog szülőkkel és a nagyon várt gyermekekkel. És bár nem mindenkitől kapok ilyen fényképet, örömmel mondhatom, hogy minden évben születnek ilyen gyermekek. Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Az egészséges életmód alapjait folytatjuk tovább. Igen, kellő mennyiségű folyadékfogyasztás mennyire fontos szervezetünknek. Segíti a szervezet tisztulását. Segíti a vér összetételét, nem sűrűsödjön annyira be. Segíti a vese működését. Ez szóval mondva, mossa a szervezetünket. De a folyadékfogyasztásnak a belső hidroterápiát nevezzük, de ugyanakkor vannak külső hidroterápiák is. Tulajdonképpen betegségeink alapja hol kezdődik? Sok méreganyag van a szervezetünkben. A vérkeringésünk nagyon le van lassulva. Bármelyik szervünk már ekkor nem dolgozik jól. Jönnek a gyulladások. Nagyon kevés méreganyag távozik el a szervezetből. És ez mind-mind előidézi a betegséget. Az én elvem az, hogy csak egészséges táplálékból van egészséges vér. A különböző belső és külső hidroterápiákkal segítsük a vérkeringést, a különböző pakolásokkal segítjük a szervezetet a betegségbe való kigyógyuláshoz. Ebben a Táplálékod legyen gyógyító című könyvemben képekben mutatom, hogy engemet hogyan kezeltek Brazíliában. Meglepetés volt részemre, mikor mutatták, hogy ülj bele a hideg vízbe. Meglepetés volt részemre, amikor megmagyarázták, hogy mi a helyes zuhanyozás. Hogyan zuhanyozunk helyesen, először jó meleggel, és azután teljes hideggel. A magyar ember fülének a hideg kezelések nagyon távol állnak, pedig a melegben minden gyulladás, minden betegség sokkal jobban begyullad, sokkal jobban szaporodik, mint a hideg, mert a hideg gyógyít. Mikor az én betegeim eljönnek hozzám, én az iris diagnosztikát Brazíliába tanultam. De azt is beleverték a fejembe, hogy legnagyobb vizsgálat a kikérdezés. Ez idő. De a beteg tudja elmondani, hogy eddig így érezte magát, eddig ez a szerve így dolgozott, most mi változott, mi a problémája. Természetesen nagyon fontosak az orvosi papírok, a teljes vérkép, vagy röggen, ha olyan betegség van, különböző vizsgálatok, de mégis a beteg kikérdezése a legfontosabb.
2010. októberében kiderült, hogy kisagytörzsi daganata van a kisfiúnak, amit orvosilag ugye nem tudnak kezelni. Tehát mondhatni úgy is, hogy orvosilag lemondtak róla, és igazából más választásunk nem volt, kaptuk a Bokor Katalinnak a telefonszámát, eljöttünk hozzá, és igazából mindent erre tettem föl. Tehát nem is akartam más kipróbálni akkor, hanem ezt akkor végigcsináljuk, és meglátjuk, hogy mi lesz. Ez a kis agytörzsi daganat, a probléma ott kezdődik, hogy a kis agytörzsön kívül van egy nyúlvány része, ami ugye kívül van az agytörzsön, de belül az összes idegszálat körül szőtte már maga a daganat, és emiatt ugye kockázatos lenne hozzányúlni. És ezért nem vállalják a műtétet. Eljöttünk a Katalinhoz, egy nagyon kedves, nagyon szimpatikus volt első találkozásunkkor is. Iris diagnosztizált, igaz? És különféle kérdéseket tett föl mindennel kapcsolatosan, mint az étkezéssel, az alvási szokásokat. Tehát egy ilyen nagyon tág és bő kérdéscsoportot kaptunk, amire ugye a válaszok megvoltak. És utána pedig a Katalin megadta az instrukciókat, hogy mit lehet csinálni, és hogy tudtuk, hogy ez nagyon sok mindennel fog járni, de mivel nekünk nem volt más választásunk, csináltuk. A Katalin által javasolt terápia során ugye minden gyógyszert ki kellett ittatnunk, tehát semmiféle gyógyszert. Most 4 éve valóban semmiféle gyógyszert nem tartunk otthon, és nem is szedünk már. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha már csak ezt elértük, hogy nem kell gyógyszerek költenünk, már ez egy nagy eredmény. Hát 3-4 évet jósoltak a gyerkőcnek jelenlegi állapotába, amit ugye nem mondtak ki igazából, csak ez a sok erőt, kitartást kívánunk, de ők már nem tudnak mit csinálni. Ugye az, hogy én kérdezgettem az orvosokat, hogy milyen következményei lehetnek, ugye abból ítélve ugye nem sok jót sorsoltak, a most 4 éve lett diagnosztizálva, most már 4. éve lesz, hogy nem nőtt a daganat a agytörzsön belül. Én szeretném itt elmondani, hogy egy betegség soha nem jár egyedül. Nap mint nap, szinte fáj a lelkem bele, mikor tanácsot kérnek teljesen láthatatlanul, és nem is értem, hogy várják el az ember döntsön láthatatlanul egy élő szervezetről. Szófogadó betegeim nagyon szépen gyógyulnak. Az, hogy valaki elmegy egy természetgyógyászati orvoshoz, és hazamegy, és ugyanúgy folytatja az életét, mint eddig, semmit nem ér. Erős elhatározás szükséges ahhoz, azoknak, akik hozzám jönnek, hogy időt, szeretetet, türelmet, igénylő terápiát végezzék. Ezek a terápiák nem pénzkérdés. Nagyon kevés volt a melegkezelés Brazíliában. Melegülőfürdő, szauna, váltófürdők, pakolás. Ennél sokkal több volt a hideg. És meggyőződésem, hogy teljes mértékben igazuk van. A fürdőkkel kezdtem, de talán inkább a levegővel kellett volna kezdenem. A tiszta, friss levegőre minden pillanatban szükségünk van. Éjjel-éjjel levegőre, nappal-nappalira. Mennyire jó lenne elfogadni ezt a tanácsot, hogy legalább egy résnyi nyitott ablakunk legyen még télen is, mert a tüdőnek friss levegőre van szüksége. Ugyanakkor a levegővétel mellett nagyon fontos a napozás is. Már előre mondom, hogy pamut fürdőruhában, és nem a műszálban. A nap gyógyító erejét fel sem mérjük eléggé. A nap tudja csökkenteni a cukrot, ami vérünkben, tehát a cukorbetegeknek tudja nyugtatni az idegeinket, segíti a méregtenyítést, mert ha jól átmelegszünk, izzadunk. Tehát kicsi gyermekkortól kezdve, természetesen megfelelő időben, és nem a déli forró napon kell napozni, naponta kellene.
időszakítani erre. Én soha nem használtam D-vitamint, és meglepő volt részemre, hogy kasára sokat jártam 15-20 éve előadást tartani a Thália Színházba, és mikor egy óvónőnél aludtam, ő mondta, hogy nem is adnak a gyerekeknek tablettába D-vitamint, mert különböző hatásaik vannak, ő elmagyarázta akkor jobban nekem, de hiszem, hogy a szervezetünk úgy van megteremtve, hogyha a kellő mennyiségi időt vagyunk, télen is legalább 10-15 percet kint vagyunk, a D-vitaminunk biztosítva lesz. A lakásunk napfénnyel való elárasztására is nagy szükség lenne. Tehát én gyerekkoromtól itt tanultam, hogy húzzuk el a nehéz függönyöket, a redőnyöket az ablakról, hogy nap mint nap süssön be. A nap gyógyító ereje bent is fog hatni, nem egy befüllett, dohos levegő lesz a lakásban. Mennyire fontos a mozgás, a kellő torna különböző betegségekhez, különböző mérten, nem vagyunk egyformák, de egy eltespett szervezet csak még több méreganyagot rak magában. Én sokszor tanultam járni életemben különböző műtétek után, de nem csak a szavaimmal, hanem a tetteimmel is bizonyítottam, hogy ha ma 1 centit tudom felemelni a lábom, akkor holnap már igyekszek 2-t. De nagyon sok ember úgy van, jaj, fáj a derekam, fáj a csípőm, fáj ez, és ülök, és meg sem mozdulok. Ez mind-mind nagy probléma. Mikor kint voltam Amerikában, New Yorkban kaptam ezt az egészségtörvényét, ami ugyanúgy, mint a 10 parancsolat, ugyanúgy 10 parancsolat van az egészséggel kapcsolatban is. Tiszta levegő, napfény, mértékletesség. Én egy pillanatra itt megállok. Mértékletességet nem csak az étkezésekkel érteni. Mindenre, munkában, étkezésben, ivásban, mozgásban, hát mindenben mértékletesek kell legyünk. A nyugalom. Ma az emberek rohannak. Ma a gépestett háztartásokban nincs idő. Hogy lehet ez? Mert nincs belső lelki béke. Mennyire fontos, hogy nekem belül nyugalmam legyen. És ezt a Jóisten nélkül nem lehet elérni. Nem hiába mondja Dávid király, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van az én segítségem. A mozgás, erről is beszéltünk. Az egészséges táplálkozás. A kellő mennyiségű folyadék. És a 3 legutolsó, ami szerintem pont olyan fontos, mint a többi. Bizalom az élő Istenben, a jótékonyság és a hálaének. Aki nem tud hinni, mindjárt feladja az élete célját, terheit, gondjait, mindent letesz. Katinénéhez úgy kerültünk, hogy a kisfia egyik pillanatról a másikra kapott egy olyan betegséget, egy olyan magas lázzal járó betegséget, hogy egy hétig a kórházba például ezt nem tudták megállapítani. Aztán átkerült az immunológiára, és ott azt mondták, hogy ez egy autoimmun ízületi megbetegedés. És ott rátették a szteroidot, és mindenféle tünet azonnal megszűnt. Tehát a gyerek egy hét alatt már úgy leépült, hogy tolókocsiba, aztán majd csak feküdt, tehát mozdulatlanul feküdt, nem tudta mozgatni a végtagjait, annyira fájt. Úgyhogy mikor kikerült a kórházból, és azt mondták, hogy már csak úgy naponta vissza lehet járni az infúziókra, akkor azt mondtam, hogy eljövünk ide, és akkor megkérdezzük, hogy egyáltalán meg tud-e gyógyulni, vagy milyen lehetőségek vannak. És hát a Kati néni biztatott minket. Úgyhogy hazamentünk, és akkor én el is kezdtem ezt a nagyon szigorú diétát, meg mindenfélét, amit a Kati néni javasolt. Hát nagyon kemény volt, megbeszéltem a kisfiammal, ő részben elfogadta, de hát mivel ő nagyon evős, ezért hát ez a 15 nap lébőjt, neki ez egy kicsit durva volt.
tehát durván hangzott, és nem is tudta, hogy fogjak tudni kibírni. Csináltuk az ülőfürdőket, a hidroterápiát, az agyakpakolásokat, tehát mindent, amit így a Kati néni írt. Nagyon nehéz volt, a gyerek is már így alig bírta, de mikor már így ugye visszajártak kontrollokra, akkor a vérképe az úgy kezdett jobb lenni. És egy idő után aztán én teljesen megmondtam tőle a gyógyszert. Tehát ezt tudni kell, hogy azért a szteroiddal nem lehet így, hogy most egyik pillanatról a másikra leállítjuk. Hála Istennek meggyógyult, jókedvű, vidám, teljesen gyógyszermentes, úgyhogy hát köszönjük a Kati néninek, hogy ezt a brazil módszert hazahozta ide Magyarországra is. Én annyi betegtől kértem már, hogy verje ki a fejből ezt a szót, hogy depresszió. Mennél többet ezzel a szóval foglalkozik, annál betegebb lesz. Fogja meg a Jóisten hozzányított kezét, és higgyen. És amint az előbb mondtam, hogy máma csak egy lépést, holnap kettőt, és minden nap akarjon többet tenni. Én a betegeimtől is ezt kérem. Pontos terápia betartása mellett, Istenben való hittel, megnyugvással, a mindennapunk megköszönösével. Én reggel úgy kelek fel, hogy megköszönöm, hogy lábomra tudtam kelni, este úgy fekszem le, hogy megköszönöm, hogy egész nap tudtam végezni a munkámat. Nekünk meg kellene tanulnunk azt is, amit az előbb mondtam, a bizalom az Istenben és a nyugalom. Aki nem tudja a lelki terhektől felszabadítani magát, nem tud meggyógyulni. Én ezt tapasztalom a betegeimen sok évvel. Azt mondja Dávid király, hagyjad az Urat a terhedet. Tisztítsd meg magadat. Az előbb beszéltünk a test tisztításáról. Majd a hallgatók, ha látják a betegeimet is, mindenkinek a test tisztítása elő van írva. De ennyire fontos a lélek tisztítása is. Szoktam mondani itt a szomszéd gyereknek, hogy ha rosszat csinálsz, magadnak csinálsz rosszat. Majd szeretnék mutatni önöknek képet, a gyűlölködő, irigy, súnyi ember magának csinál rosszat. Ezek a jellemek, ezek a jellemvonások a saját fizikai szervezetünknek ártanak. Saját magunknak. Nem szabad és nem érdemes. És ha valakit megbántottunk, legyünk gerincesek, erősek, és kérjünk elnézést, hogy felszabadítsuk lelkünket a teher alól. Ha ez nincs meg, nem lehet meggyógyulni. Többször elmondtam, és sok betegnek is elmondom, akár hisz a Jóistenbe, akár nem, Dávid király szavait. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. De vétkemet bevallám, és te levetted rólam bűneimnek terhét. Igen, felszabadult a lélek a bűn teher alól. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell fizikai testemet is ápolni. Hévízen voltunk, és odajött utánam egy mellrákos nő. Rettenetesen nézett ki. Hatalmas melle, körös körül, daganattal, piros kis dudorokkal már, nem csak a bimbó körül, hanem körös körül, és a karja fele bekeményedve. Mikor kezdődött? Lassan 2 éve. És mit csinált? Megtisztítottam a lelkemet. Úgy érzem, most ez a legújabb, mondjam úgy, hogy módi, hogy elég, ha a lelkedet megtisztulsz, és válsz a csodákra. Ez nem így van. Az értelmet, a lelket, a testet ápolni kell. 3 összetevőnk van. Nem lehet csak az, én nagyon sajnálom ezt a nőt. Nem lehet csak az egyikkel foglalkozni. Én leírtam a terápiákat, biztos is vagyok, hogy csinálja, de én mondtam, hogy én nem ígérek semmit. Úgy érzem, lehet, hogy késő. 2000-ben bekerültem kórházba, és meg akartak műteni tüdődaganattal, és január 11-én 2001-ben kerültem a Katalinhoz,
és hát ő gyógyított meg végül, és elég komoly terápiáim voltak körülbelül egy évig, de hála Istennek jó vagyok, ez most már 13 éve. A légkúrák, a tisztítókúra, az agyag, hát mondjam azt, hogy talán az agyag volt a legjobb, ami vette vissza a gyulladást, mert már a fülem zúgott, mert olyan lefogytam 16 kilót, elmondani nem tudom, mit éreztem. És aztán az orvosom ugye mondta, meg a szónokatestvérem is orvos, hogy ősszel ki leszek a temetőbe, hogyha ilyen terápiát választok. És akkor megkérdeztem a Katalintól, hogy mégis ő mit mond, és azt mondta, ha vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy ha megcsinálom azt, amit ő mond, meg fogok gyógyulni. És az nekem akkor erőt adott. Tényleg megcsináltam mindent, amit ő mondott. És itt vagyok. Hát ő az, aki még most is azt mondja, hogy továbbra is úgy éljek, ahogy ő megmondta. És én ezt a kicsit be is tartom. Hát nagyon köszönöm neki azt, hogy engem így kigyógyított. Vegyük komolyan saját szervezetünket. Istennek ajándéka a mi életünk. Nekünk erre vigyázni kell, nekünk ezt meg kell becsülni, és nekünk ezt úgy kell ápolni, ahogy a Jóisten elvárja tőlünk. Van egy ilyen mondásom, Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem helyettünk. Figyeljük meg, hogy Ezékiás király lábára is fügekalácsot tettek. Vagy az Úr Jézus a vaknak bekente a szemét sárral, és azt mondta, hogy menj el, és mozdjál meg a Siloám tavában. Meg kell tennie az embernek a maga részét. Először is értelmileg fogjuk fel, hogy ez kevés, hogy a lelkemet megtisztítottam, akármilyen állítólag újabb, új medicina ez most. Sajnálom ezeket az embereket nagyon, hogy ilyet el tudnak fogadni. Higgyük el, hogy Isten mindent megtesz értünk, ha mi is megteszük az általa tanácsolt gyógymódokat. Amennyiféle lelki tanács van ma, még ennél talán többféle fizikai tanács van, akár a főzésre, akár az étkezésre, akár a terápiákra vonatkozóan. De soha ne felejtsük el, hogy józan, úgymondván paraszt észre átgondolni, hogy ettől várhatok én eredményt. Nagyon sok minden van, de a valós, az igazi az, ha én törődök magammal, ha tisztítom szervezetemet, ha segítem a vérkeringésem, ha egészséges táplálékot táplálom magamat lelkileg, értelmileg, testileg egyaránt. Csak ezután várhatok gyógyulást. Az Életreceptek, Ételreceptek című könyvem írásakor az orvosi könyvekből kigyűjtöttem, hogy melyek azok a táplálékok, amelyek esszenciális aminósavakat tartalmaznak. Mivel a 70-es években a kórházakban többször orvosok mondták nekem, hogy csak állati termékekben találhatók. És a kigyűjtés alkalmával döbbenten tapasztaltam meg, hogy több növény tartalmaz esszenciális aminósavakat, mint az állati termékek. Én nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Úgy érzem, azért engedte rám ezt a betegséget gyermekkora, hogy ez volt a célja, hogy sok-sok embernek jó tanácsot tudjak adni. Én átéltem ezeket a terápiákat 6 hónapig, de 86 óta gyógyszermentesen élek. Táplálék kiegészítő nélkül, vitamin tabletták nélkül. De őszintén mondom, bármennyi munkám van, csak azt fogyasztunk, eszünk és iszunk, amit mi készítünk. De reggel és este Istennel beszélgetünk, időt szakítunk rá, Bibliát olvasunk, énekelünk, imádkozunk. Az értelem meg kell kapja a részét, a lélek meg kell kapja a részét, csak ezután a fizikai test. 2008-ban hoztam a férjemet hozzá, vele ismertem meg a terápiákat, tehát általa jobban lett a férjem, azóta mi fokozatosan az egész család vegetáriánus lett, most már 3 éve, és egyértelműen gyermekeim is vannak, egyértelműen könnyebben kezelhetők, sokkal jobban teljesítenek is,
és azért tetszenek ezek a terápiák, meg azért használom én is a mindennapokban, apró cseprő problémákra is, mivel teljesen természetes. Tehát mind az agyag, mind a vízterápiák, nagyon gyorsan hat a vízterápia például az én tapasztalatom alapján, tehát a gyermekeknél is, és saját részre is, és az agyag pedig egy nagyon jó, ami csökkenti a gyulladást is, és regeneráló hatású. Ugye nem csak ebből áll ez komplex az egész, és nagyon sok helyen voltam már ebből-abból az okból kifolyólag, és összehasonlíthatatlan. Tehát nincs mögötte egy hókusz-pókusz, hanem az, amit csak az van, amit te megteszel magadért. Lehet, hogy máskor is hallották, mikor én fölteszem a kérdés előadásokon, hogyha táplálkozási szót hall, mi jut eszébe? És mi? Csak a fizikai test táplálása. És ebből kellene felébredni. Segítse a Jóisten mindannyiukat. Lássák meg, lehet gyógyulni. Külföldön, belföldön, időzőjelben mondott természetgyógyász unokáim vannak, akiknek azt mondták az anyukának, hogy meddők súlyosabb betegségekből meggyógyultak vannak, akik Istenben való hittel keményen megtették a maguk részét, nem eredménytelenül. Én szeretném, ha ez az előadás figyelemfelkeltő lenne arra, hogy meg kell tegyem a magam részét. És nem elkeserednem, soha. Egy pillanatig nem gondoltam 26 évesen, amikor tolókocsiba ültem, hogy én ott maradok. 80-ban úgy tettek a rokkantsági nyugdíjra, hogy bármely pillanatban teljes jobbodali bénulás, nem foglalkozok vele. Hazajöttem Brazíliából, és elmondtam, hogy nem szedek semmi gyógyszert a fővárosasszonynak, nem fogom kiváltani a receptet se. Legye tudomásul, ha maga megbénul, maga meg is némul. Csak nem mondtuk meg, mert nem akartuk elkeseríteni. Nem foglalkozom vele. De odafigyelek az értelmemre, a lelkemre és a testemre is. Ahogy a Jóisten mondta. Hogy mondja Pál apostol által? Szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és igaz áldozatul. Nem a test az első. A test lakhelyet ad az értelemnek, a léleknek, ezért kell mind a hármat ápolni. Segítsen a Jóisten mindannyiukat, hogy ezeken elgondolkozzanak, és ha a betegeimet hallották, örüljünk velük együtt, Jóisten által gyógyulhattak. És megköszönöm a Jóistennek, hogy kicsi eszköze lehettem szent kezében. Kérem, hogy forduljanak felé, kérjenek tőle segítséget. Ez az én imám mindannyiunkért. Amen.